Sziasztok srácok! Hajnali 1 óra van konkrétan, és arra keltem fel, hogy valaki hív engem Discordon. Én most vicc nélkül kipattantam az ágyból, és ideültem a géphez, és elindítottam az OBS-t, de csak egy valami miatt, hogy felvessem a következő Discord üzeneteim részt. Szóval srácok, itt van a Kai 100 fiatalember, aki felhívott engem, igen, pontosan 2 perccel ezelőtt, hogy szia Dani, küldd el a skinedet. Rettentő régen néztem meg srácok a Discord üzeneteimet, szóval tényleg bocsi ezért, de most csak azért is, csak a ti kedvetekért én most ezt fel fogom venni. Szia, az enyémet videóból amúgy miért hagytad ki? Dani, találtam egy hibát Minesiden. Egy vidit róla, hogy egy kakó gangster nevű youtuber beírt a Skyblock szerveren azt, hogy perkérd. Szia Dani, előre is boldog húsvétot, és remélem, hogy lehetek nálatok még csapattag. Köszönöm szépen, neked is boldog húsvétot, meg mindent, és én is remélek mindent. Szia Dani, köszi a képet. Ó, igen, csinált a srác velem közös képet. Itt van a videóm, lesd meg. Srácok, meglessük, jó? Megnézzük a videóját. Szerintem ne tegyél fel egy 1 perces olyan videót, hogy folytassam-e a videózást, mert igazából akkor már csinálsz egy külön videót arról, hogy folytatod a videózást, vagy valami. Tehát tökre felesleges feltölteni ezt egy ilyen 1 perces videóban, mert igazából felvetnéd ezt ugyanezt egy 10 perces videóban, ahol rendesen játszol, és a videó elején megkérdezed, hogy szeretnétek, hogy folytassam. De amúgy tőlem kapsz egy lájkot, tessék, nézd és fel is iratkozok. Folytasd, gyerünk tesó, csináld! Úristen, hát igen, ez még a régi, ez nem tudom, hogy benne volt az előző videómban, de remélem, hogy benne volt a srác. Azt a rohadt. Ölöső kaphatok érmét. 1-2 hónapja volt a szülinapom, ha igen, erre küld. Pölöső no team, nincs sem ennyim, és 6 év múlva kapok nem örök dragont 18 éves koromban. Szia, kérlek, beajánlasz staffnak. Ígérem, hogy nem rugatlak ki téged. Engem kirugatni? Tulaj vagyok, engem hogy akarsz kirugatni? Istenem. Szia, jó építész vagyok, beengedsz egy szerverre, hogy segítsen. És itt még hívogatok, srácok. Én tényleg nem akarlak leszólni, balos kacok. Tudom, hogy te nagyon régi nézőm vagy, és tudom, hogy te nagyon régi player is vagy a Mindside-on belül. De figyelj, hogyha mindenkinek én ingyen érmét osztogatnék, nem tehetem meg. Tehát, hogyha te azt szeretnéd, hogy bezárjon a Mindside, mert nem fogjuk tudni kifizetni a szervergépeknek árát, akkor én nagyon szívesen adok mindenkinek ingyen érmét. De akkor egy hónap múlva be kell zárnunk az egész szervert. Szóval én sajnálom, de én nem osztogathatok bárkinek csak úgy ingyen érmét. Ez meg az ízé, hogy beajánl a staffnak. Én nem ajánlok be senki staffnak, én maximum én felveszek valakit staffnak. De a staff korhatár az 14 éves kor, szóval ezt légy, ezt tartsuk tiszteletben. És még egyszer légy, ezt ne sértésnek vedd. Tudom, hogy te régi nézőn vagy és minden. Szóval ez tényleg nevet sértésnek, csak légy szina. Szia! Láttam, hogy van JT csatid, fel is vagyok rá iratkozva. Kérdezném, hogy csinálunk-e együtt egy videót, illetve tulaj vagy-e még Mindside-on? Igazából ezzel a kérdéssel még annyira úgy összesen nem is nagyon lenne gond, de Csádani, lenne egy kérdésem. Egyben kérésem, sehol se voltam még admin vagy staff vagy modi, lehetek minden videón, kérlek. Aj, ma nagyon szomorú vagyok. Dani, a minden videón tei 14 szétrombolta a telkem, kérlek bannoljátok ki egy ilyen 50 napra, még ő is még elmondja, hogy mennyire bannoljam. Kérlek, meghálálom, amit kértek, megcsinálom, csak bannoljátok ki. Teki 14. Cső Dani, Dani Umbanoid ötöszerű tagja voltam, de kivetetek. De nem tettem semmi rosszat, azt a fenn, de fenn. Mi van?
Asztal, de fenne vagy a Bluestacks? Szia! Oh, 273 üzenet egy embertől. Oké, olvassuk el. De, mi van? Szia Dani, lehet egy kérdésem? Szia Dani, gyere fel erre. Dani, megadod Minesi-de konzol jelszóját, pölöse-pölöse, csak meg akarom nézni egy percre. Édes Istenem. Látjátok, itt egy jó néző. Dani, csinálj, kérdezz felek Vidit, mert imádom a videóidat. Látjátok? Ő normális. Ő okos. Látjátok? És biztos, hogy benne, hogy fel is iratkozva a csatornámra. Vászlok is. Te jó fej vagy. Ezt külön kell írni, ugye? Jó fej. Igen. Te jó fej vagy. Szív. Látjátok? Ő jó néző. Ez az. Hello. Szia. Na. Szia Dani. Akarsz velem Vidi? Hello. Szia Dani. Szia. Jó misszet kal. Szia. Igen, és itt még nagyon-nagyon sok. Oké. Ez a másik. Szia! Na jó, most srácok, én azt mondom, hogy ennyi legyen ez a videó. Így is amúgy eléggé kiégtem szerintem, főleg így hajnali. Már 1:45-kor, főleg úgy, hogy felkeltettek, miközben engem hívtak, és amúgy rohadtul aludtam, meg mindegy. Szóval, hogyha szeretnétek következő részt ebből a sorozatból, akkor az biztos, hogy nem pár like után lesz, szóval ha erre a videóra összegyűlik mondjuk a 200 vagy 300 like, akkor lesz következő rész, de azelőtt biztos, hogy nem, szóval hajrá, sok sikert, sziasztok! Ebbe tényleg bele fogok pusztulni, ebbe tényleg bele fogok pusztulni. Túl sok az értelmetlen Discord üzenet. 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 Na, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és most ebben a kis rövidke bemutatóban beszeretném nektek mutatni az új MySide-os termékeket, amiket az MC Shopban tudtok megtalálni. Igen, tudom, nagyon gyorsan beszélek, de ezt a videót gyorsan kell csinálni. Szóval srácok, bekerültek az új MySide-os termékek az MC Shopba, most már tudtok venni MySide-os egérpadot, pulóvert, oldalsavas pulót szerintem ideig is tudtatok, tudtok már MySide-os bögrét is venni, és különféle táskákat, szerintem nagyon király, hogyha esetleg szeretnétek venni, akkor mindenféleképpen tegyétek meg, most már nekünk is vannak ilyen termékeink, és a MyShow-kon, PlayIT-kon és mindenhol is ugyanilyen cuccokba leszünk, tehát pólóba meg pulcsikba, ilyenekbe fogtok minket megtalálni, és hogyha ilyenekbe lesztek ti is, akkor könnyebben tudunk majd veletek találkozni, és könnyebben tudunk titeket észrevenni, meg ilyenek, és ezzel is lehet ugye hát ugyanúgy minket támogatni, link a leírásban, mindenféleképpen nézzétek meg. Ha te is ki szeretnéd próbálni Magyarország egyik legeslegjobb szerver közösségét és szerverét, akkor töltsd le te is a mindsite.hu-t. Nincs más dolgod, mint fellépsz a leírásban lévő weboldalra, rámész arra, hogy letöltés, és letöltöd a kliensünket. A kliensünk mellé kötelező javát használnod, és ebből is a legeslegújabb verziót. Hogyha ez nincs meg, akkor töröld le az előző javát a gépedről, úgyhogy minden egyes fájlt és mindent letöröld, ami a javához kapcsolódik, és azután töltsd le a klienst és telepítsd. De hogyha esetleg te nem szeretnéd letölteni a klienst, akkor először regisztrálj be a MindCenterbe. Itt van, hogy MindCenter és regisztráció. Amint rámegyünk, egy ilyen weboldalra fog minket szépen bedobni. Itt beírd a felhasználónevedet, az e-mailedet, a jelszódat kétszer, remélsz, hogy nem vagyok robot, és beregisztrálsz. Amint ezzel megvagy, már meg is nyithatsz egy akármilyen launcher, beírtod, hogy play.mindside.hu. És amint ezzel megvagy, már fel is tudsz jönni a
IP-s szerverünkre, próbáld ki te is Magyarország egyik legjobb klienses szerverét és Magyarország leges legjobb IP-s szerverét.